Tiszavasvári Budapest Gyula Esztergom Felcsút Jászberényi Nyíregyháza. Az eddigi évekhez képest többen 120-an érkeztek az Újfehér-Tói Kempó kupára. A sportág megítélése egyre jobb, laikus és sportkörökben egyaránt. Egyre népszerűbb a szakmán belül is, mint ami jelzi azt is, hogy most már 17 egyesület 120 versenyzője képviselteti magát itt a harmadik Újfehér-Tói Kempó kupán, és a laikusok számára is egyre nyitottabb, ezt pedig abból veszük észre, hogy az utánpótlás csapatok, tehát a kezdők minden egyes egyesületben egyre többen vannak, ami engem igazából egy nagy örömmel tölt el, mert azt szokták mondani, ha hosszú távra tervezel, akkor taníts gyereket, és nekünk ez a célunk, hogy meglegyen az utánpótlás, mert az utánpótlás nélkül nincs jövő. Hála Istennek a nemzetközi szintű versenyzőink is nagyon erősek, egyre jobb eredményeket érünk el, sőt rendre dobogós helyezéseket érünk el a világ számos versenyein. Az Izsó Mihály emlékversenyre 315 nevezés érkezett 8 versenyszámban. A sportolók formagyakorlatban, fegyveres formagyakorlatban, önvédelemben, szemikontaktban, light kontaktban, submission, kempó kumite és full kontakt versenyszámban mérték összetudásukat. Újfehérton 15 éve működik a sportág, most 23 versenyző állt ki, hogy megmutassa ügyességét és rátermettségét. A megyében csak úgy tudom, mi vagyunk a kempó egyesület egyedül, sőt, Borsodban meg Hajdúban is szerintem nincs kempó egyesület. Nálunk Újfehérton fejlődik az egyesületnek a taglétszáma. Egyre több a kisgyerek, már csak a kisgyerek azt úgy értem, hogy a 8-9-10 évesek, és főleg egy ilyen nagy verseny után egyre több a jelentkező az edzéseken, és ez nagyon jó. Több tucat világbajnoki, Európa-bajnoki és világkupa aranyérmet mondhat magáinak az Újfehér-Tói Egyesület. Most gőzerővel készülnek az október végi bukaresti Európa-bajnokságra és az áprilisi világbajnokságra, amelyet Budapest rendez majd. A versenyzők egy-egy verseny előtt, így most is csak a sportra összpontosítanak. Rengeteget készültünk az edzéseken, rendszeresen jártam edzésre, és magát a versenyszervezést is nagyon sok ideig tartott így megszervezni. Hát, nagyon nagy munka ez az egész, mint az egyesületnek, nekem is nagyon sokat kell rá készülnünk. Az Újfehér-Tói Sport és Szabadidőközpont harmadik alkalommal adott otthont az Izsó Mihály emlékversenynek. A városlakók elismerik és szeretik a kempósokat, akik bemutatóikkal sok helyi rendezvényen népszerűsítik a sportágat. A város hírét pedig elviszik határokon túlra is. Én úgy gondolom, hogy most már kinőtte magát ez a rendezvény, országos szinten is híre van, viszi a hírét a településnek, és természetesen, ami a legfontosabb, hogy ennyivel is tudunk segíteni ezeknek a nagyon-nagyon komoly eredményt elért harcosoknak, gyerekeknek, hiszen a világba viszik el Újfehér-Tónak a hírnevét. Rendkívül büszke, nem hiszem, hogy van Újfehér-Tón olyan ember, aki ne lenne büszke ennek a harcművészeti ágnak az eredményeire, arra, amit itt ezek az újfehértói gyerekek, fiatalok produkálnak. A kempó versenyt az újfehértóiak zárták a legsikeresebben, csapatként az első helyen. Második helyet értek a jászárok szállásiak, harmadik a pomás csapata lett.